matematika óra révén számkirállyal kezdjük az órát, legyetek szívesek felállni. És akkor tudod a szabályain, két gyermeket kiválasztok, összeadást vagy kivonást fogok mondani, a kezedet légy szíves használd, hiszen használhatod. Jó? És aki hamarabb megmondja a jó eredményt, az játékban marad, aki pedig később mondta, vagy rossz eredményt mond, kiesik. Melcsi, Peti. 3 meg 3. 6. Csúcs, Peti. Jó. Zoli, Zsófi. 4-ből 2. 2. Jó, Zoli, csúcs. Kriszti, Janó, Janka. 5 meg 3. 8. Jó, Kriszti, csúcs. Zétény, Zozó. 10-ből 2. 8. Zéti, csúcs. Csabi, Bogi. 8-ból 3. 5. Zelma, Gréta. 3 meg 3. 6. Jó, Gréti marad, Zelma, csúcs. A következő feladat, amit az interaktív táblán fogunk elvégezni, keresd a párját, egészíts ki 10-re. Ha megnézed, akkor van egy felső sorunk, és van egy alsó sorunk. Minden figurának van egy párja, és a felső sorban lévő figurákban van egy szám. Össze kellene kötni az alsó sorban lévő figura párjával, és ki kell egészíteni 10-re. Vagyis mi a feladat? Megkeresed mondjuk az első, a kék figurának a párját, odahúzod. 8. 8-hoz mennyit adok, hogy 10 legyen? Nyitja mindenki 8-ra az ujjacskáját. 8-ra. Nyissunk még ki a nyújunkat, hogy 10 legyen. Kriszti, mennyit nyitottunk? 2. 2, így van, bekattintó. És már is benne van, hogy 2. Vagyis, ha összeadást kellene alkotni, akkor azt mondjuk, hogy... Kriszti? 8 meg 2 = 10. 10, ügyes vagy. A következő figurának is keressük a párját. Fogod az egérrel, vagyis az ujjadat, oda teszed. Milyen számot láthatunk, Janka, Janó? 1. 1. Egyre nyitja mindenki az ujját. Nyissál még ki annyi ujjadat, hogy összesen 10 legyen nyitva. Mennyi ujjunkat nyitottuk ki, Zéti? 1 meg 9 = 10. Jó, Lali, gyere, légy szíves, te melyik figurát választottad ki, melyiknek találtad meg a párját? A zöldnek. A zöldnek, gyere, köst össze, vagy súzd össze őket. Milyen szám van a tetejébe beírva? 3. 3. Nyitott 3-ra az ujjadat. Mennyit adsz még hozzá, hogy 10 legyen? 7. 7. Ugyan a kurzor benne van. Nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy ügyes voltál. Zozó, te melyiket választottad? Gyere, mutasd meg nekünk. Nagyszerű. Milyen szám van benne? 6. 6-hoz mennyit adunk, hogy 10 legyen? 4. Nagyon jó. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Balázs, te melyiket választottad? Alina. Jó, gyere, közd össze. Fogd meg még egyszer. Erősebben nyomd egy picit rá az ujjadat. Nagyon jó. Milyen szám van benne? 7. 7-hez mennyit adunk, hogy 10 legyen? 3-at. Így van, köszönöm szépen. Következő Zille lesz, jó? Zille, mit választott? A sárgát. Milyen szám van fölül? 9. 9. Mennyit kell a 9-hez adni, hogy 10 legyen? 1-et. Ügyes. Köszönöm szépen.
Van még egy utolsó ábránk. Krek Janka, gyere létszeres a táblához. Jó, milyen szám van benne fölül? 5. 5-höz mennyit adunk, hogy 10 legyen? 5. 5, így van, választom. Nagyszerű. Köszönöm szépen. És akkor nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e? Jól dolgoztunk-e, gyereke? Nem. Mert? Miért nem? Miért nem? Janka? Hogy a hármasban nincs ez szám se írva. Így van, milyen számot tennél bele? 7. Ügyes vagy. A következő feladat önálló munka lesz, légy szíves a nyusz és könyvedet nyisd ki. Méghozzá a 16. oldalon egy 1-est és egy 6-os lábkac alapalján. Van-e, aki nem találta meg a 16. oldalt? Megyek. Ezen az oldalon a 3-as feladat lesz az, amit önállóan szeretném, hogyha elvégeznétek. A feladat a következőképpen hangzik. Közd a bontásokat a megfelelő számhoz. Jó, nézzük meg, hogy a tankönyv szerzői már megoldottak egy feladatot, hogy mit is oldottak meg. Hogyan hangzik a bontás? Pető Marci. 3 meg 3. Mennyi lesz 3 meg 3, Marci? 6. 6, így van, és összekötötték. Nézzük meg a következőt. A következő sárga buborékba, Rácz Anna, milyen bontást láthatsz? 1 meg 1. Mennyi lesz 1 meg 1, Anna? 2. 2, vagyis mit csinálsz? Forogod a grafitceruzádat, és oda kötöd az 1 meg 1-et a 2-höz. Készen van, legyen szíves ellenőrizni, hiszen most még a radét használtam. 3 1. A mai órán az összeadással foglalkoztunk, 10-ig adtunk össze. Azt szeretném mondani, hogy mindenkit nagyon megdicsérek, mert nagyon szépen és aktívan dolgoztatok. Legyetek szívesek a felszereléseteket elpakolni a padról. És miután mindent elpakoltál, lehet átöltözni és kimenni szünetre. Thank you.
osztály, vigyázz! Tanítónéninek jelentem, hogy az osztály létszáma 24. Hiányzik Abramut, Rebeka, az osztály tanulásra készen áll. Mindenki előveszi a tankönyvet, és előkeresed a padodból a kicsi korongokat, jó? Számkorongokat. Tankönyvet pedig kinyitod a 18. oldalon. Tankönyv. Azokat, igen, a korongokat. Készítsünk elő 9 darab kék korongot és 3 pirosat. Tóth Flóra, olvasd már föl nekem, légy szíves, a szöveget. Az udvaron 9 gyerek játszott, érkezett még 3 gyerek. Hány gyerek játszik most? Keressük meg az adatokat a szövegbe. Milyen adatokat találunk? Noncsi? 9 meg 3. Akkor bekarikázzuk az adatokat a könyvbe. Mindenki előtt láthatunk 9 kék és 3 darab piros korongot. Koppány, hány darab korongunk van összesen? 12. Ügyes vagy, Koppány, 12 korongunk van tényleg. Feladat a következő. Hány darab kék korong van? Pannika? 9. Látunk itt 9 kék pálcikát és 5 darab piros pálcikát. A feladat a következő. Próbáljuk meg úgy csoportosítani az asztalon, ahogy itt a tankönyvben is látja mindenki, hogy a 9 pálcika mellé hány darab piros pálcikát kell áthúznunk? Andor? 1. Nagyon jó, így van. Szeretném látni, ha mindenki áthúzná azt az 1 darab piros pálcikát. Hány pálcika lesz a bal oldalon már? 10. És hány pálcika lesz, Gréti, a jobb oldalon? 4. 10 meg 4, Csáki Zoli? 14. Akkor hány pálcikánk van összesen, Papivi? 14. Jó. Mindenki önállóan elvégzi a háromtagú összeadást, és szépen ugye a háromtagú összeadásoknál hogyan szoktuk először? Mi az első feladatunk, Flóra? Fölírjuk az eredményt az első két összeadásnál, és összeadjuk a utolsó összeadásnál. Jó, mindenki önállóan. Zöldet veszünk a kézbe, ellenőrizzük a táblánál, gyere, Bogi! Jó, gyere, ügyes vagy, menjünk helyünkre! Gyere, Lilla, azokon a másikat. Ügyesen. 10 meg 4 az. Mennyi lesz, Lilla? Így van, ügyes vagy. Jó. Tegye fel a kezét, akinek hibázunk. Jó, leteszed a kezed, nagyon ügyes vagy. Tankönyv 18. oldal 3-as feladatot nézzük már meg közösen, jó? Összeadásokat kell végeznünk, de ezeket az összeadásokat már úgy végezzük, hogy 10-es átlépéssel. Ki lenne az az ügyes, aki az első összeadást elvégezné? Csáki Zoli? 9 meg 4. 9 meg 4. Jól van, gyere ki a táblához.
Jöjjön a következő feladat. 9 meg 8. Ki lenne az az ügyes, aki ezt megoldaná? Dórika? Mennyi lesz a Dóri? 17. Nagyon jó, Dóri. Gyere ki a táblához, írd be a helyes megoldást. Jó. Nézzük meg a következőt. 9 meg 7. Noncsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Így van. Gyere, jött be. Kilenc meg egy. Mennyi? Mutasd kilencet? Mutasd kilencet. Igen. Hozzáadsz egyet. Tíz. Írjunk fölé akkor. Tessék. Írjunk fölé. És tíz meg öt? Tizenöt. Írjuk be. Tipi bátyó. Egy. Egy. Mennyi az? Zöldet veszünk a kézbe, mindenki. Grafitceruzát eltetted a tolltartóba. Radírt se szeretnék látni senkinél. Jó, mehet a táblához Varga Zoli. Írjuk be az eredményt, gyere. Mondjad hangosan az összeadást. 9 meg 6. Nagyon jó, írjuk be az eredményt. Zolikám, mennyi lesz az? 9 meg 6. Csak ide a két tollat nekem. Add össze a kezedet. 9, mutatjuk a 9-et, meg adjuk hozzá 6-ot. Igen, az 1. Összezárjuk az összes. Igen. 2, 3, 4, 5, 6. Mennyi lesz akkor az eredmény? Így van. Javítjuk ügyesen. Jó. Hátsz a helyedre, Zolikám. Gyere, Lucus! Jó. 9 meg 2. Mennyivel lesz egyenlő? Egyenlő 11. Így van, nagyon ügyes vagy. Mehetsz a helyedre. Jó? Gyere, Simon Lilla. Következő. Mondjad hangosan. Mondjad hangosan, Lilla, az összeadást először.
9 meg 3. Na mennyivel lesz egyenlő 9 meg 3? 12. Nagyon jó, kérjük be, ügyes vagy. Gyere, Oswald már! Hangosan szeretném hallani. 9 meg 9. Mennyivel lesz egyenlő? 19. Nem 19? Na, akkor számoljuk. Kérem a fiat tollat. Jó, 9-et mutatunk már. És adjál hozzá 9-et. Na, akkor már adjunk a 9-hez. Még 9-et. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mennyivel lesz egyenlő? 13. Nem 13, ez hány ujjamat látod? 18. Így van. Hát egy kicsit szemnyolgást sírhatunk volna. Jó. Futás a helyre. Gyere, Vivi! Halljam. 9 meg 1. Mennyiben lesz egyenlő? 10. Ügyes vagy. Gyere, Andris! Na? 9 meg 5. Mennyiben lesz egyenlő, Andris? 14. Így van. Jó. Szaladunk a helyünkre. Gyere, Szőke, Hanna! Na nézzük a három tagú összeadásoknál az elsőt. 9 meg 1 az. Így van. 10 meg 5. 14. Így van. Nagyon. Köszönöm szépen. Gyere, Tóth Flóra. Meg 2 egyenlő 10. Nem 10 a 9 meg 2? 11. Így van, 11. Meg 4 egyenlő 15. Így van, ügyes vagy. Gyere, Andor! Jó, nézzük, az utolsó Andor. 9 meg 3 egyenlő 12. Így van. 12 meg 3 egyenlő 15. Nagyon jó. Tegye már fel a kezét az, akinek teljesen hibátlan lett a feladat. Egy hiba. Kettő. Kettőnél több? Ó, jó, majd még gyakoroljuk. Játszunk akkor egy gyors guggolós játékot. Ha páros a szám, akkor mindenki állva marad. Ha páratlan, akkor pedig mindenki legugol. Ügyesen felállsz. 9. 9 meg 3. Tizenkettő. 14. Csáki Zoli. 16. Oh, na, akkor tapsoljuk meg Andort, mert ő maradt egyedül. Nagyon ügyesek voltatok, megdicsérek mindenkit az órai teljesítményért. Elpakolod a matek felszerelést, és szünet! Nem hiányzik senki.
Az osztály tanulásra készen áll. A mai magyar órát egy olyan játékkal fogjuk kezdeni, amit már többször játszottunk. Tapsolt ki a szót. Jó, az lesz a feladat. Akit felszólítottam, kitapsolja a szót, és ha jól tapsolt, akkor leülhet. Zelma. Kakas. Kakas. Köszönöm szépen, foglalj helyet. Zsófi. Maci. Maci. Köszönöm szépen, foglalj helyet. Legyen Réka. Kerítés. Kerítés. Sanyi. Láda. Láda. Nagyszerű, foglalj helyet. Imi. Papagáj. Papagáj. Ügyes vagy, foglalj helyet. Az olvasókönyvet nyisd, légy szíves, a 120. oldalon egy 1-est, egy 2-est és egy 0-át láthatsz a lap alján. No, rózsaszín hátterű résszel fogunk kezdeni. Legyen szíves, kezdje az olvasást szépen hangosan, Lali. Köszönöm szépen! A következő, amit fogunk olvasni, balról jobbra a szótagok, illetve mellette a szavak. Legyen szíves, kezdje az olvasást, Melcsi. Csüdös, szűhűgülű, dől, fűz, fűtő. Köszönöm szépen, ügyes vagy! A következő rész a mondatok lesznek, amit el fogunk olvasni, és miután elolvastuk a mondatot, figyeld a képet, mert a kép alapján meg is kellene válaszolni a mondatunkat, jó? Balázs, legyen szíves az első mondatot felolvasni. Hol van a cserép? Köszönöm szépen, a következő mondatot legyen szíves Laura felolvasni. Mit csinál anna a tükör előtt? Márk, mi lesz a válaszod? Fésüli a haját. Köszönöm. Bogi, a következő mondat a tiéd lesz. Mit kap a csecsemő? Köszönöm, Bogi. Csabi, mi lesz a válaszod? Babáj. A következő történetünket a következő gyerekektől szeretném hallani. Zille, Zozó, Zsombi, Juhász Zsófi, Zéti, Kriszti és Takács Zoli. Két mondatot fogtok olvasni, amikor a következő gyermek jön, akkor koppintással jelzem, jó? Hogy te befejezheted az olvasást. Legyen szíves mindenki fölvenni a helyes testtartást. Jobb kéz mutató új az első mondatnál. Dobogón a telital, egyenes a hát. És Zille, kezdheted. Légy kedves Csaba kis sékövér. Dani gyakran csúfolja Csabát. Dagi Csaba. Dagi Csaba. Nem szabad csúfolódni. Csillanéni. Mind egyik ember más nézzétek. Köszönöm szépen, gyerekek! Nagyon szépen olvastatok.
A délután folyamán még fogjuk gyakorolni ennek a történetnek a hangosolvasását. Az lenne a kérésem, hogy pakold össze a felszerelésedet, és utána 10 óraihoz készüljél. Nyolcadik éve vezettük be felmenő rendszerben a tanrendbe iktatott úszásoktatást. A mindennapos testnevelés 2013-as bevezetésével most már a törvény is előírja a kötelező úszásoktatást. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy ezt a törvényi előírást mintegy 5 évvel megelőztük az úszásoktatás bevezetésével. A gyerekek és a szülők körében nagy népszerűségnek örvend az úszás. 2015. október 22-én ünnepélyes keretek között Aracki András úr, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára és nagy tiszteletű Besztercei András esperes úr jelenlétében adtuk át intézményünk új büszkeségét, a Szécsi Tamás tanuszodát. Így sokkal kényelmesebben, egyszerűbben tudjuk megvalósítani a tanulók úszásoktatását. Most pedig hamarosan a Mezőtúri Református Kollégium diákjainak szolgálata következik. A kórus a 2010-11-es tanévben kezdte meg működését. Alapító karnagya Seres Attiláné. A legfontosabb cél természetesen az, hogy a gyerekek megszeressék az együtt éneklést, örömet, élményt jelentsen számukra a zene, és ezt az örömet megosszák azokkal, akik hallgatják őket. Itt ismerkednek meg a fegyelmet és odaadó együttműködést kívánó kórus munkával. A kórus szerves része az iskola életének. Tagjai általános iskolások, kisgimnazisták és néhány gimnazista. A gyerekek szívesen énekelnek, szeretnek együtt lenni, lelkesen készülnek egy-egy fellépésre. A kórus valamennyi családi vasárnapon, iskolai ünnepi istentiszteleteken templomi szolgálatot vállal. Résztvevői a magyar nemzeti ünnepek városi rendezvényeinek is. Repertoárjukon református zsoltárok, dicséretek, népdalok, keresztény ifjúsági dalok, nemzeti témájú énekek és kánonok szerepelnek. Az énekkar tagjai között több szólista is van, néhányan közülük már kiemelkedő eredményeket értek el országos versenyeken, minősítőkön. A kórus az egyházi televízió műsorainak is folyamatos résztvevője. Örömteli visszajelzéseket kapnak azoktól a nézőktől is, akik nem tudják élőben hallgatni őket. Nekünk most viszont a következő percekben lehetőségünk lesz erre, úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel a Mezőtúri Református Kollégium gyermekkórusát.